A nagymúltra visszatekintő, sajnálatosan nagymúltra visszatekintő palesztin-izraeli vagy arab-izraeli konfliktus legújabb fájezete éppen a napokban robbant ki, mikor eme videót felveszem, de ahogy nagyon sok történelmi előzmény van már a két fél konfrontálódásának történetében, úgy természetesen ezt követően is még számos ilyen fejezet fog nyílni a történelmünkbe, de azért nézzük meg ezt a jelenlegi konfliktus, annak több aspektusát, több dimenzióját. Ugye az egésznek a legfőbb eredőjét az képezte, vagyis úgy jelent meg a sajtó nagyon sok szinterén, hogy az izraeli titkosszolgálatok itt azért nagyon-nagyon tévedtek, és az izraeli politikai vezetés is, hiszen óriási meglepődöttséggel fogadták, hogy a Hamas egy ennyire összeszedett, komplex támadási sorozatot tudott indítani Izraellel szemben. Na már most azért a történelem azért is egy igen jó és hasznos dolog, mert nagyon sokszor tud támpontokat biztosítani számunkra, amely a folyamatok megértését szolgálják. 1973-ban hasonló körülmények zajlottak le, picikét teljesen már csak az aktus és a meglepődöttségnek a miensége volt hasonló, hiszen 1973-ban volt a Jom Kipuri háború, amely a negyedik arab-izraeli konfliktus, vagy októberi háború, vagy ramadáni háborúként szokták is definiálni, nincsen több megnevezése, és annyi a lényeg, ott ugye egy egyiptomi kooperáció támadta meg Izrael, és ott is ugye a hatás volt nagyon komoly, abból a szempontból, hogy nem várta az izraeli vezetés, hogy azért itt ilyen komoly koalíció fog velük szemben fellépni, és ennek nagyon komoly politikai konzekvencia lette, amely napjainkban is fontos, hát mondjuk úgy tanulságokkal szolgálhatnak az aktuális izraeli politikai vezetés sorsára nézve, de erről egy picit később. A lényeg röviden annyi, ugye, hogy a Hamas megindított ezt a bizonyos támadását, ugye itt hát nagyon egyszerű volt a narráció, az érvelés, a gázévezetben lévő palesztinoknak a teljesen nyomatása, ugye a vegzálások, az atrocitások, az Al-Aqsa meccset, ugye egyik, az iszlámban az egyik legszentebb, legfontosabb meccset körüli izraeli agresszió, amely ugye a palesztinoknak a meccsetbe való belépését ottan imádkozását, stb. Nehezíti, meg az egész ugye palesztin kérdésnek a meg nem oldottsága, ugye erre hivatkoztak a Hamas, és pont azért is volt az akciónak, az offenzívának a fedőneve, hogy az Al-Aqsa áradása, de szóval, hogy úgy lehet lefordítani magyarra, hogy az Al-Aqsa bosszúja. Na kérlek szépen, ugye itt már rögtön, ami egy picikét novum volt, hogy az egy nap leadott rakéta támadásoknak a száma. Az így több mint 2000 volt ugye az első napon is, ez egy történelmi léptékkel nézve egy nagyon komoly mennyiség, hát ezért a korábbi időszakokban pár száz volt, de ezért ekkora nagy mennyiségű nem. És ami novum, hogy ehhez társítva ugye plusz egyéb légi jellegű és szárazföldi, illetve vízi kooperációs műveletek is megindultak. A légiek külön nagyon izgalmas, és itt egy donor is majd felfedezhető lesz a konfliktus hátterében a palesztin oldalról. Mire értem? Hát vannak Twitteren is, itt ott azért sok olyan videót lehet látni, hogy van a kis drón, viszi a bombát, ledobja az izraeli tankra, az felrobban, stb. Hát ugye ezek a drónok, amely bombákat is szállítanak a frontra, és bevetésre kerülne, ezek egyébként az ukrajnai háborúban is megfigyeltőek, az oroszok részéről az ukránok ellen, és ezt az iráni államtól szerezték be, itt is a Hamas is valószínűsítheti. Azért már ugye a Hamas az minden bizonnyal kooperál ugye a Hizbullah-hal, ami gyakorlatilag ott Libanon vonatkozásában van, a Hizbullah, az pedig egyértelműen, hát egy ilyen paramilitáris szervezete az iráni államnak, és így már a szálak össze is érhetnek, most zanzásítom a története, tehát ez az egész, hogy ennyire komplex módon meg lesz szervezve és ki lett vitelezve, ez nem önmagában a Hamaszt úgymond dicséri, ez nem egy jó szó, tehát nem a Hamasznak az egyedüli akciója volt, hanem itt azért a Hizbullah-hal is volt egy kooperáció természetesen, és háttérben ott van Irán. A Hizbullah azért nagyon érdekes, ők északról tudják fenyegetni Izrael, tehát hogyha ott bármi van, akár még ők is megindulhatnak, ezt a történelmi holnap után, vagy a politikai holnap után fogja számunkra megvilágítani, hogy lesz-e Hizbullah beavatkozás, vagy nem. Majd ezt látjuk. Ami nagyon érdekes a Hamas vonatkozásában, hogy a Hamasnak a politikai kommunikációja, vagy a marketing kommunikációja, ez idáig arra reflektált, arra orientálódott, hogy az elnyomott palesztin
kép, az elnyomott gázi övezet képe. Most egy picit ilyen pozitív propaganda is elkezdett megjelenni, annak értelmezésében, közösségi médiában látunk erre azért videókat, felvételeket, hogy mind telefonok, kamerákat visznek, és ugye a sikert próbálják propagálni, hogy ugye foglalnak el területet, és így tovább. Hasonló dolgok, hogy ezáltal is ugye például a gázi övezetben nagyon sok a fiatal, tehát korszerkezet ügyében teljesen más, mint az európai társadalmak, hát ha tudnak szimpatizásokat nyerni, tehát ez megfigyelhető a Hamasz stratégiájában, mint újdonság, mint novumként szolgáló elem. A támadás okairól azért meg kell említeni, hogy több szinten mozog. Az egyik legstandardebb, legáltalánosabb az elmondottakra épül, hogy ugye van az elnyomott, hát igen, nehéz sorban lévő gázi övezet, és hát akkor ugye Izrael szemben ott mindig van egy adókapok történet, ennek nagy történelmi múltja van, ennek még lesz további fejezete, erre utaltam. Nagyon érdekes egyébként, hogy picit kiszélesítjük ezt a szempontot, és itt már a nagyhatalmi politika színpadára fogunk rálépni, ugyanis látjuk azt, hogy van egy Egyesült Államok Szaudarábia a közeledés, amelynek lényeg az lenne, hogy az Egyesült Államok ráhatásával Szaúd-Arábia hát kvázi alternatív módon egyezen ki Izraellel, vagy fogadja el, hogy Izrael mint olyan létezik, stb. És hát erre utaló jelek azért vannak is, mint hogyha a szaudi királyi családban nyilván az Egyesült Államok nyomása révén erre lenne némi nemű hajlandóság. Na ez Iránnak nagyon-nagyon nem tetszik, és akkor itt érnek össze a politikai szálak, hogy ha Irán rendelte meg, vagy vette védőszárnyai alá a Hamasz és a Hizbullának a szervezését, és ugye az időzítés szempontjából, tehát hogyha a Hamasz megtámadja Izraelt, már pedig megtörtént nagyon durva, csúnya terrorista atrocitások is történtek, ahogy az izraeliek révén is ugye gázövezetben, a palesztinokkal szemben, tehát ez egy oda-vissza történet. Azért az fontos látni, tehát hogyha és amennyiben van a szaudi közeledés az Egyesült Államok révén, ugye Izrael irányába, ez nagyon rossz Iránnak, hiszen Iránnal szemben akkor a térségben Szaúd-Arábia, és Izrael is mind a kettőjük mögött az Egyesült Államok révén össze tudna zárni, vagy valami formálódó fél ennek, tehát kooperációs fél meg tudna mutatkozni, ami Irán számára borzasztóan rossz lenne. Ezért, hogyha Irán egy kicsikét ugye felmelegíti ezt a konfliktus forrás, és ugye Hamasz bemegy Izraelbe, és Izrael nagyon komoly retorziót, hiszen neki erőkivetítési képességét most bizonyítani kell, hogy ilyet nem lehet, és akkor hogy fogja ezt lereagálni, és bemegy a gázövezetbe, bemegy Cisjordánia, ugye Westbank, stb. És ott erőszakos dolgokat hajt végre, és ezek kimennek a nemzetközi sajtóba, akkor Szaúd-Arábia kényszerhelyzetben lesz, hiszen önmagát a szunnita világ vezetőjeként definiálja, önmagát tudják, Mekka és Medina őrzőjének definiálja, hát nem engedheti meg magának akkor, hogy hát hogy néznek ki akkor a globális muszlim közösség szempontjából, hogy azzal az Izraellel kezd el ő közeledni, aki gyakorlatilag elnyomja a palesztin testvéreket. Ez a nagy politikai háttérben, és Irán ugye ezt a szállat tudja szépen mozgatni a Hamasz és a Hizbullah révén vagy eszközénél fogva. Ez nagyon fontos látni. Nézzünk meg az izraeli belpolitikára utalóan is, hogy milyen következményekkel járhat. Látjuk azt, hogy a Hamasz nagyon sok fogolyt ejt, és ugye viszi vissza a gázövezetbe ide-oda, föld alatti helyekre elrejtve, stb. Na most, hogy mit reagáljon akkor erre Izrael? Hát természetesen a légibombázás meg minden, a szokásos forgatókönyvek mennek, de bemenjen-e, megpróbálja felszámolni a Hamas? Nem fogja tudni felszámolni a Hamas, tehát ez olyan, mint a... Tehát nem lehet felszámolni a Hamaszt, annyira ugye be van tagolódva, ez ugye olyan, mint a tálib mozgalomat sem lehet felszámolni. Erre egy külön előadás tartalmat fogja majd képezni, és az a lényeg, hogyha nem megy be, vagy hogyha bemegy, mi lesz az izraeli foglyokkal, és mi lesz a például Izraelben lévő muszlim arabokkal, ő fognak lázadni, nem fognak lázadni, és mi lesz a politikai következménye, ő fent tud-e maradni Netanyahu vagy nem, mert 73-ban megbukott az akkori vezetés, megbukott a munkáspárt, és akkor jött a Likud 77-től, ne adj Isten, ilyen sors várhat-e Netanyahu-ra. Ezt majd a történelmi hónap után el fogja dönteni. Köszönöm, hogy megtekintetted, hogy érdekesnek találtad, kérlek, kövess az oldalmat, lájkold a videómat, minden jót kívánok, további szép napot, üdvözöllek!